Szépen csomagolt ajándékok sorakoznak a Babits Mihály Kulturális Központ karácsonyfája alatt. Lezárult az intézmény által szervezett cipős doboz akció, melynek köszönhetően csaknem 350 gyerek karácsonyát tehetik szebbé. Babits Mihály Kulturális Központtal most már mondhatom, hogy több éves hagyomány, hogy ők gyűjtik a cipős dobozokat, és mi pedig a rászoruló családoknak eljuttatjuk. Elsősorban azoknak, akikkel mi kapcsolatban állunk, mint humán szolgáltató központ. Mi egyébként ugye 5 szakmai egységben dolgozunk, tehát a Család és Gyerekjóléti Központ, Család és Gyerekjóléti Szolgálat, a Családok Átmeneti Otthona, a közösségi pszichiátriai ellátások, illetve a hajléktalan segítő szolgálat tekintetében is. Hajléktalan segítő szolgálat tekintetében szokták többször megkérdezni, hogy hát hogy. Hát úgy kérem, hogy a hajléktalan segítő szolgálatnál vannak, akik édesapák, édesanyák, nagymamák, nagypapák, és nagy örömmel fogadják ezeket a dobozokat, amit át tudnak adni a gyermeküknek, illetve az unokájuknak, úgyhogy a hajléktalan segítő szolgálat is így jön ebbe a képbe. Tehát azt mondhatom, hogy az ügyfélkörünkben rászorulók között juttatjuk el ezeket a dobozokat, és ugye azt kell tudni, mint minden cipős doboznál, hogy ráírják a nevüket, illetve tehát úgyhogy nemüket, így mondom, a korukat a gyermekeknek, és akkor ez alapján tudjuk mi a csomagokat adni, mert hogy ilyenkor már az ünnepekre készülve nálunk már konkrétan megvannak azok a címlisták, ami alapján mi ezeket el tudjuk juttatni, hogy a Családok Átmeneti Otthonába is, ugye ott mindig jelen pillanatban most elég kiskorú gyermekek vannak, de hogy ugye őnekik is mi az, amire szükség van leginkább, és akkor ezeket, akik ilyenkor jelentkeznek, hogy szeretnének családokat támogatni, vagy akár az intézményt, akkor tudjuk mondani, hogy mire van szükség. A felajánlók szinte bármit tehettek az adományokba, mindössze annyi kikötés volt, hogy az ajándékok között ne legyen romlandó élelmiszer, gyógyszer, illetve gyógykészítmény. Leginkább egyébként az a jellemző, hogy így a visszajelzésekből, tavaly előtti visszajelzésekből, hogy sok játék, írószer, könyv, aminek nagyon-nagyon örülnek, illetve tartós élelmiszer, lekvár szokott benne lenni, és ennek is nagyon örülnek azok, akik ezt megkapják. Gyurkovics János, Szekszárdváros alpolgármestere szerint az akció meglehetősen jól mutatja, hogy a Tolnai megye székhelyen élők össze tudnak fogni egy fontos ügy érdekében. Ez egy nagyon-nagyon szép dolog és szép gesztus, hogy ismételten vállalták itt a szervezést és a dobozoknak a begyűjtését. Szép számmal jöttek a dobozok. Itt mögöttünk most körülbelül 300 körüli doboz van, és nagyon-nagyon körültekintően ment a szervezés, mert hát azt kérték mindenkitől, hogy romlandó dolog, gyógyszer, egyebek ne legyenek benne, és a másik része a dolognak az is meghallgatásra talált, hogy gyakorlatilag, ha már valaki adakozott, amit nagyon-nagyon köszönünk, legalább azt is meghatározta, vagy ráírta a dobozra, hogy milyen korosztálynak szánja a csomagot, kisfiú, kislány, milyen korosztály, stb. Stb. Ezzel még egyszerűbbé tették a dolgokat. Szebbé, meghittebbé tudjuk tenni a karácsonyi ünnepeket a rászoruló családoknak. Annyit szeretnénk még megemlíteni, hogy köszönet mindenkinek a szervezésért, a lebonyolításért és természetesen az adakozásért. Én áldott békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok itt a szervezőknek, és természetesen akik adakoztak azoknak is, és ez mellett a város lakóinak összességében. A tervek szerint a Humán Szolgáltató Központ karácsonyig minden gyermeknek eljutatja az ajándékokat.